Kedves kollégák! Ebben az előadásban egy új korszakba kezdünk bele, az előző héten befejezett ókori fizikatörténetről áttérünk a középkori fizikatörténetre. Egész pontosan egy, a következő bevezető előadás az úgy általában a tudomány helyzetéről beszél a középkorban, előkészítve a fizikáról később tanultakat. Amikor azt mondjuk, hogy középkor és tudomány, akkor nagyon sokszor az jut eszünkbe, hogy hát ez micsoda hülyeség, hiszen nagyon sok helyen azt hallottuk, hogy a sötét közép, középkorban semmi nem történt a tudományok területén belül, egészen talán Galileig, vagy meg van említve mondjuk Descartes, Leonardo, vagy esetleg Bacon, de ö, az a sztereotípia, hogy a középkorban a tudományokkal semmi érdemleges nem történt. Ez azért nem egészen így van. Ö, a gyorsan csak egy két ö, elgondolkozható dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy említettük az ókori fizika végén, hogy időszámításunk előtt 200 után már mérhetően lanyhul a tudományos fejlődés üteme. Ö, egy körülbelül 400 éves periódus, I.E. 600-200-ig volt az ókori tudomány aranykora. I.E. 200 körülbelül archimédész halála, után már gyökeresen új elméletbe nem fognak a görögök. Csiszolgatják a meglevő tudást, sok részeredmény születik újra, de annyira gyökeres fordulatokat, már, mint például, hogy a Föld gömb alakjának és kerületének a kimérése már nem tesznek le az asztalra, vagy ott hagyják a görögök azt az um, Aristarchoszi felfedezést, hogy a nap nagyobb, mint a Föld, és talán a nap a középpont, tudják, tudják, de nem kezdenek vele semmit se. Szóval ez az első megjegyzésem. A másik, hogy ha valóban nem történik semmi a középkori Európában a tudomány területén, akkor miért itt történik a nagy áttörés az 1500-1600-as években, amiről majd itt is tanulunk? Tehát például, amit említettünk Galileit, az 1500-1600-as években, 1500-as évek végén, 1600-as évek elén alkot, a semmiből jött volna Galilei? tehát egyszerűen csak kitalálta volna a nagy felfedezéseit. Nyilván megvolt ennek az alapja, és látni fogjuk, hogy a természettudomány forradalmát valójában nagyon szépen előkészíti a középkor számtalan felfedezése. Rengeteg tudományos és technikai eredmény is születik ebben az időszakban. Jobb oldalra kivetítettem egy ábrát, amit még a fizika-kultúrtörténete bevezető fejezetéből kölcsönöztem. Ez egy kicsit szubjektív ábra, de azért a, a Simonyi Károly, a szerző nagy ismerője tudománytörténetek, tehát megalapozottan rajzolja föl, függőlegesen föntről lefel az időtelik. Itt van IE 600, itt van például. Hmm, körülbelül Pitagórasz és a Pitagóreusok megalapítása, aztán itt van Arisztótelész az ilyen 4. században, itt van az ilyen 3. században Archimédész, és ezen az oldalon ez a görbe, amit most mutatok ezzel a kurzorral, ez a görbe, ez a tudományos aktivitást méri, hogy mekkora jelentőségi tudományos eredmények születtek ebbe az időben. Nos, a szerző, tehát Simonyi Káro is azt mondja, hogy ilyen 600 és 200 között volt egy nagyon erős ak tudományos aktivitás, ami aztán lecsengett, még bőven áll a római birodalom, amin belül a görögök adják a kultúrának a csúcsát, amikor még Ptolemaiosnál e, a második században van egy kisebb csúcs, és akkor lecseng. Még bőven a középkor beköszönte előtt lecsengett a tudományos aktivitás a római birodalmon belül. Aztán valóban igaz, hogy a középkor elején nagyon enyhe volt a tudományos aktivitás, fokozatosan növekedett, és majd itt az 1500-1600-as években lesz egy tudományos robbanás Európában. De ez az, amit a középkornak ez a lanyha időszaka előkészít, és a következő előadás rész azt célozza, hogy megértsük, hogy miért is volt olyan lanyha, ez az időszak. Miért lassult be a fejlődés? Ugye nem a középkor elején lassult be, hanem, mint mondtam, már ilyen 200 után is lassabb volt. Mik, mik lehettek az okok? Hát három okot sorolok föl. Én nem vállalkozom arra, hogy eldöntsem, hogy melyik volt a fontosabb ezek közül. Lehet ezen vitatkozni a tudománytörténészek. Biztos vitat, vitatkoznak is ezen, mind a háromok valósok, ezt azért állíthatom. Az első, nincs igazán komoly motiváció a fejlesztésre, hiányzik a motiváció. Mert elértek egy bizonyos szintet, és ezt a bizonyos szintet kielégítőnek tartották, mind tudományos, mind technológiai értelemben. Tehát például rabszolgákkal, kézi vagy állati erővel, meg mondjuk erős sokszorozókkal, amit Archimédész fölfedezett, nagyon sok mondjuk építkezést meg tudtak oldani, és azt mondták, hogy hát kérem szépen ez nekünk elég, nem vágytak többre, nem vágytak mondjuk önjáró járműveknek a készítésére. Aztán az is egy nagyon fontos tulajdonsága az ókornak, hogy a tudomány egy szűk elitnek majdhogy nem a szórakozását, talán ide idézőjeleket tehettem volna a szórakozása elejére meg a végére, mert azért nem egészen szórakozás volt, de az biztos, hogy a filozófiai iskolák, a filozófusok elitista szemléletet követtek. Nem igazán volt kapcsolatuk a gyakorlattal. Persze megbecsülték a mesterembereket a maguk módján, de mondjuk nem álltak be, segíteni, hogy mondjuk hatékonyabb fémöntési eljárásokat találjanak ki egy filozófus nem süllyed le idáig. És aztán a tudomány történetének van egy sajátos dinamikája, a görög civilizáció többször hivatkoztunk rá, hogy támaszkozva például az egyiptomi vagy a mezopotámi eredményekre sok évszázados vagy inkább évezredes tapasztalatrendszert rendszerez, tapasztalat halmazt rendszerez. És ahhoz, hogy valami új, gyökeres felfedezés legyen, egy új tapasztalat, tapasztalatgyűjtési periódusra van szükség. Egész egyszerűen a belső dinamikája és olyan a tudomány fejlődésének. Látni fogjuk majd a fél év vége fele, hogy a 20. század első felében történt Rengeteg új fölfedezés, relativitás elmélet, kvantummechanika, és nagyon sok gyökeresen új átfogó fizikai elmélet. Na, ennyire átfogó fizikai elmélet, ami annyira sikeres is, mint a kvantummechanika vagy a relativitás elmélet, 40-50 éve nem született. Ugye most 2021-et írunk. Tehát mondjuk azt lehet mondani, hogy. Ö, 1950 után már igazán gyökeres új elmélet nem született. Na persze, születtek nagyon nagy felfedezések, de például, ami egy nagy dobás lenne, a húrelmélet, ami elvileg egyesítené a nagy kvantummechanika és relativitás elméletet. Nos, ez, ezzel azóta is adós a tudomány. Lehet, hogy egy újabb tapasztalatszerzési periódus jön. Rengeteg nagyon jó méréstechnikát dolgozunk és vitelezünk ki -e ezekben az években, napokban. Lehet, hogy az előrelépéshez az kell, hogy sok-sok új megfigyelés jöjjön össze, csak akkor lesz egy nagyobb dobbanás. Visszalapozok, nézzék csak, Simonyi, aki pedig a könyvét a 70-es évekbe kezdte írni, és mondjuk 80-as évekbe adta ki azt a kiadást, ami alapján én dolgozok már Simony is berajzolta ezt a lefele csengést. Nem azért, mert ellustultak volna a fizikusok, vagy valami baj lenne, hanem valószínű a tudomány fejlődésének a belső dinamikája is megkövetel ilyen lassú tapasztalatszerzési, aztán gyors összegzési korszakoknak a változását. Közeledve a középkornak a konkrét ismertetéséhez, Ugye ne felejtjük, ezek itt a jelek itt azok, hogy a fizika-kultúrtörténete könyvbe hol olvashatunk ezekről. Nos, azt kell mondani, hogy a történelmi helyzet a középkor elején rendkívül kaotikus. Ugye a mi történetírásunk a középkor kezdetét a nyugat-római birodalom bukásához datálja. Hát ez persze egy kicsit bonyolult volt, mert... Több lépcsős folyamat volt. Először ketté vált a Római Birodalom, a Nyugat-római Birodalom bukott, aztán kicsit majdnem fölállt, aztán mégis elbukott, de végül is az 5.-6. század környékén ezen a részen megszűnt a korábbi rend. Rengeteg természeti csapás volt ekkoriban, az egyikről mindjárt részletesen is beszélünk. Járványok, a népvándorlás, a kicsit később, a 7. században az arab terjeszkedés a déli részeken. Aztán a nagyhatású alexandriai könyvtár többszöri katasztrófa miatt, hol emberi hanyagság miatt, hol földrengés miatt végül is több lépcsőben elpusztul. És nagyon sokszor ebbe az időszakban a túlélés volt a tét az emberek számára. Egyszerűen nem maradt energiájuk arra, hogy tudományt műveljenek, hiszen a tudomány műveléséhez olyan emberek kellenek, akik legalább félállásban, de legjobb, ha főállásban ezzel foglalkoznak, viszont ö, ö, ha járványok dúlnak, vagy éppen menekülni kell a betörő ö, népcsoportok el, elől, akkor erre nincsen ilyen lehetőség. És a korszakra a középkor elejére ö, jellemző a jelentős mértékű felejtés, az ókori eredmények egy részét elfelejtik a kaotikus viszonyok között a, a, az emberek. Az előzőekbe felsorolt nehézségek közül néhányat bemutatnék ábrákon. Például a népvándorlásnak az, az eredeti a 100 és 500 közötti hullámában, nem abban, amikor a magyarok bejöttek ide a Kárpát-medencébe. Szóval a 100 és 500 közötti hullámok, itt vannak szépen például a hunoknak a betörése, vagy a vandálok, és vannak itt olyan népnevek, amiről talán nem is tanultunk, az osztrogótok. Szóval minden esetre több olyan népcsoport is van, amik Rómát is elérik ezekben az időszakokban. Ez egy nagyon fontos nehézség volt abban az időben. Aztán később az arab terjeszkedés hihetetlenül gyors, 632-től indulva, egy emberöltön belül már itt a közel-keletnek, meg Egyiptom északi részének a nagy részét meghódítják. A 700-as évek elejére, tehát 100 év alatt már egész Észak-Afrika az arab birodalom terjeszkedését nyögi, és aztán röviddel utána pedig a mai Spanyolország nagy része is az arab birodalom hatása alá kerül. Itt pedig szépen a közel-keletre, a mai Irak-Irán-Üzbegisztán területére és egészen Indiáig terjed egy kicsit több mint száz év alatt az arab terjeszkedés. Amikor ilyen erőszakos cselekmények történnek, Természetesen nem a tudománynak van lehetősége kibontakozni. Aztán a természeti csapások. Ez egy érdekes dolog, amit most említek, azt nem részletezi ennyire a Simonyi könyv. Én azért vettem be ezek a legújabb évek felfedezései közé tartoznak, hogy a régi, régi krónikáknak a tudósításait, például az, hogy 535 és 536 között valami nagyon extrém időjárás volt, ezt igenis komolyan kell venni, már a objektív megerősítése van annak, hogy ezek egyesek szerint az emberiség történetének a legrosszabb évei voltak, ez az 535-536 a középkor elején. Miről van szó? Dokumentált tény, hogy az egész északi féltekén az utóbbi 2000 év legrosszabb időjárása volt ebben a két évben. Közép-Amerikából, Írországból egészen Kínáig az egész földterületéről, az egész északi féltekéről beszámolók születtek arról, hogy ebben a két évben szörnyű dolgok történtek. Helytől függően egy-két-három évig nagyon jelentősen csökkent a napfény, nyáron is havazott sok helyen, és egész évben hideg volt alig van termés, óriási éhinség van. Ö, egyes területeken egy év alatt 30%-kal csökken a népesség, 30% meghal, és a többi is éhezik. Ezután természetesen járványok, politikai zűrzavar következett. Ez, a, ez, az időszak, ez nagyon nehéz volt az egész északi féltekén. A magyarázat valószínűleg egy vagy két nagy vulkánkitörés, ami a felső légkört Teleszennyezte, és abba beletelt egy-két évig, amíg az kitisztult onnan, és az fogta vissza a napsütést, plusz itt-ott még sovas esőket is produkált. Sok hely elnépteledik, elvadul, és újjáépítés szükséges. Egyesek szerint ezt meg kell, erő, meg kell erősíteni, ez még nem biztos, hogy így van. Sok világvége legenda, például az északi Ragnarök legenda is innen származik, tehát a sötétség kora világvége, efféle elképzelések születtek az emberekben akkor, amit megérthetünk, hogyha tényleg elképzeljük, hogy egy-két évig még nyáron is csak alig pislákol a napfény, és nincsen termés. Na, így indított a középkor. Ez, és a népvándorlás, meg minden, megakadályozta, hogy az emberek azzal foglalkozzanak, hogy a tudományt fejlesszék. Minden mellett a nehézségek mellett fontos változások is következtek be az ókorhoz képest, amik látni fogjuk, hogy hosszú távon nagyon jól hatottak a tudomány fejlődésére. Például a társadalmi változások, amik közül a legnagyobb a rabszolgaság megszűnése. Na hát ez se egy csettintése történt, de azért fokozatosan bekövetkezik a rabszolgaságnak az eltűnése aztán a vallásoknak a fokozott társadalmi szerepe, amikor középkorról beszélünk, mindenképpen meg kell említeni azt, hogy Európa nagy része keresztény, a közel és középkelet nagy része muhabedán vallású. Ez is hatással van a tudományos fejlődése. A termelő munka nagyon megbecsülése. Ezt igen jelentős részt a kereszténységnek köszönhetjük, ahogy majd ezt megmutatom. Az általános műveltségi szint növelése is bekövetkezik ekkor. A közoktatás csírái és az egyetemek, amiről majd egy külön fejezet lesz, nagyon nagy mozgató rugói a tudományos fejlődésnek. És lehet, hogy meglepő, de a középkorban nagyon komoly technikai forradalom zajlik amit említettünk, hogy a görögök kihagyták a lehetőséget, hogy mondjuk a gőzgépből, ami egy játék volt az ő számukra, használható berendezést készítsenek. Nos, a középkorban persze egy alacsonyabb szintről indulva nehézségek miatt, de sokkal nagyobb megbecsültsége van a technikának, és ekkor dolgozódik például ki a mai gépészetnek az eszköztára fogalomrendszere. Aztán a középkorra ö, még nagyon ö, fo nagyon fontos jellemző az ókori eredmények átvételének a módja. Ugye mondtam, hogy a nehézségek miatt nagy felejtés volt. De később, amikor kezdtek ö, magára té magához térni a, mm, az államszervezetek, akkor volt az embereknek igénye a tudományra, és a múlthoz fordultak, hogy földerítsék az, az ókorban már föltárt eredményeket. Itt láthatunk ilyen ö, utakat, amiket követett az ókori eredmények átvétele. Láthatjuk itt például Alexandriát itt, ahonnan nagyon sok eredmény sugárzott ki, a középkor elej legelején még még, romja, még csökkentett kapacitása, de át az alexandriai könyvtár innen ugye az arab birodalom központjába, Damaszkuszba, Bagdadba, de aztán majd látjuk ez a terület, ami szamarkant, kvarizm területe, és fontos tudományos központok voltak. Szóval nem szabad elfelejtenünk a kelet-római birodalom központját, Bizáncot, ahol egy folytonosság van az ókorhoz képest, működnek a filozófiai iskolák. Aztán később a középkorban például Szicília szigete volt egy Pesgő tudományos központ, ahonnan aztán mentek tovább e, tudományos eredmények. És az ókori eredményeket ilyen módon több közvetítőn át, de amint a középkor első nagyon nehéz szakasza után magára eszmélt Európa sikerült átvenni. Itt egy másik diagram a Fizika Kultúrtörténetek könyvből, ami mutatja az ókori eredményeknek az átvételi módját tehát Egyiptom és Mezopotámia eredményeit, a hellenisztikus, tehát a görög kultúra összegzi, aztán ez a római birodalom keretén belül él tovább, innen Bizáncon keresztül közvetlen átmegy nyugatra, néhány eredmény eredeti formájában megöröklődik, de aztán sok eredmény szír, arab, perzsa, zsidó közvetítésen keresztül jut el nyugatra. Például Arisztotelész több műve arab fordításba maradt csak fönn, nem maradt fönn az eredeti görög, és a nyugat arabról fordítja latinra. Hát ez persze a pontosságának árt, de hát nem volt más választás. És majd látni fogjuk, hogy főleg a matematikán keresztül az indiai és a kínai tudomány is beleszól itt az arab számok valójában Indiában születnek, de meg, de van itt egy lehetséges kapcsolat Kína fele is. Ugye említettük, hogy a fizikára nem volt nagy közvetlen hatással India és Kínának a tudománya, de a matematikán keresztül volt, erről majd a középkori matematikában tanulunk. Nem mehetünk el az arab nyelvű tudomány szerepének a mm, hangsúlyozása mellett. Konkrétan is látni fogjuk, de most szerettem volna a bevezető gondolatok közt ezt külön kiemelni. Az arab birodalom gyorsan növekszik, ahogy mutattam, ami persze politikai-kulturálisan egy tragédia az elfoglalt népek számára. Viszont amikor lecsillapodott ez az egész, akkor utána egy egységes birodalom jött létre. Belső kereskedelem utazások pesdítették föl a gazdasági és a kulturális életet is és az arab nyelv ezen a birodalmon belül olyan közvetítővé vált, mint ahogy Európában a latin nyelv volt. Olyanok is, akik származásilag nem arabok voltak, arabul művelték a tudományt ezen a területen belül, ahogy Európában meg latin nyelven művelték a tudományt. 700 és 1500 között, ha rangsorolni kellene, hogy az arab birodalmon belül, vagy Európába volt magasabb színvonal a tudomány művelése, akkor azt kellene mondani, hogy az arab birodalmon belül vezető szerep volt. A vége fele enyhe inkább, egyre inkább elenyészett, de az eleje fele egyértelműen az arab birodalom volt a tudomány művelésének a területe. Egyrészt átveszik a meghódított területek eredményeit az arabok, nagyon tisztelik a görög tudományt, Arisztótelészt például. És nagyon sok görög írást arabra fordítanak, szerencse, mert onnan tudják majd latinra visszafordítani őket később. A matematikán és a csillagászaton belül nagyon jelentős saját eredményeket és megfigyeléseket is könnyevelhetünk el az ő számukra, és nagyon jók voltak műszaki problémák megoldásában. Hogy ne csak a levegőbe beszéljek, mutatok, egy-két dolgot, ami ami a mai ember számára nem annyira közismert. E, és hogy konkrétakat beszéljek, nem csak általában, hanem azt mondom, hogy mondok egy konkrét tudó, tudós nevet. Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Hát biztos sokan csodálkoznak, hogy ezt a nevet én még nem is hallottam. Van látni hogy hallották, az Al-Khwarizmiből jön az algoritmus szó, de ezt majd egy következő ráadásban mutatom be. Most csak annyit szeretnék mondani, hogy ő neki köszönhetjük az egyenletrendezés szabályait, a módszeres gondolkozási sémákat, az algoritmusokat, az arab számok az ő könyvén keresztül jön be Európában, Európába a 9. századba. A neve az alkvarizmi, amiből az algoritmus szavunk származik, az kvarazm vagy kvarizm területét takarja, ami az arratótól délre fekvő terület, ma Üzbegisztán és Türkmenisztán területe. Ezen a területen, itt, Kvarizban, az itt élő népek, például perzsák, akik arabul művelték a tudományt, a 8. 10. században igen fejlett tudományos élet zajlott. Ekkor Európában egél elég csekély tudományos aktivitásról beszélhetünk. Itt pedig nagyon komoly, ahogy majd látjuk a középkori matematika eredményeinél, nagyon komoly eredmények zajlanak, ö, születnek. Tehát közvetítés és új eredmények születnek. Vagy nézzünk egy másik ö, példát, ugyanerről a területről, a Szabarkandi obszervatórium, az valahol itt van, körülbelül. Most nem tudom pontosan, nincs bejelölve a térképen, az is ez a vidék nagyjából. Ulugbég, ahogy a nevébe benne van, ő egy uralkodó volt helyileg, de ez az uralkodai egy művelt uralkodó volt, ő maga végzett csillagászati méréseket és matematikai számításokat. Szamarkandban, ez egy ma is létező város, a mai Üzbegisztán területén, 1400-as években itt volt a kor legnagyobb, egyik legnagyobb csillagászati obszervatóriuma. Sajnos csak romjaiba maradt fönn, mert utána elég zűrös Évek következtek, ilyen nagyon sok méter méretű szögmérésre használt kör, köröket láthatunk itt. Hát eredeti formájában ez márványal volt burkolva, gyönyörű fogboztás volt itt, tehát sokkal szebb volt, de mindenképpen egy jelentős terület volt. Tanulunk később a jasmid álkásiról ide áttelepül a mai Irán területéről, mert annyira pesgő tudományos élet volt itt és itt a 15. századig legalább olyan fejlett tudományos élet zajlik, mint Európában. Nagyon nagy tévedés ezt elfelejteni, és úgy, terül, úgy tekinteni erre a közép-ázsiai területre, minthogyha ők egy primitív terület lennének. Hát igen, az európai tudomány aztán az 1500-1600-as évektől legyorsulja ezt a területet, mindenképpen, de semmiképpen nem valamilyen műveletlen, vándorló, pusztai nomádokról van szó, amikor erről a területről beszélünk. És a végén megmutatok egy világtérképet a 15. századból, ez még a korábbi világ világtérképnek egy mondhatni update változata. Fölismerhetjük Európa fő körvonalait, Észak-Afrikát, Közép-Ázsiát. Itt van egy kicsit rosszul ábrázolva a méreteiben India, ezen a részen, és hát a közepén nem Európa van ennek a világtérképnek. Szóval egy kicsit máshogy kell gondolkozzunk, amikor a középkori tudományról beszélünk. A középkor elején Európában nagyon csekély aktivitás, aztán egyre jobban fut föl, ahogy majd látjuk, és a tudományt egy igen jelentős részt az arab birodalom területén, tehát itt a centrális régiók, vagy pedig éppen itt, ezen a részen, a mai Irán, Üzbegisztán területén művelik. Köszönöm a figyelmet, a következő előadásban folytatjuk konkrétabb ismeretekkel.